Üdvözlöm a Karcag Televízió nézőit! Ma dönt a parlament a veszélyhelyzet meghosszabbításáról és a koronavírus járvány elleni védekezésről. Kapcsoljuk F. Kovács Sándort, városunk és térségünk országgyűlési képviselőjét. Üdvözlök mindenkit! Március 30-a van, hétfő. A parlament ma szavaz arról, hogy a veszélyhelyzeti törvényt meghosszabbítsuk. Ez egy nagyon fontos törvény. Ez a törvény teszi lehetővé azt, hogy védekezzünk a koronavírus ellen. Ez a törvény teszi lehetővé azt, hogy lezárhassuk a határokat, hogy szüneteltessen az iskola intézményekben az oktatás, az egyetemeken. Ez a törvény teszi lehetővé azt, hogy az egészségügyi intézmények ellátást kaphassanak azokból az eszközökből, amelyre mindenképpen szükség van. A parlament most szavaz erről a törvényről. Bízom benne, hogy elfogadjuk ezt a törvényt, és meg tudjuk hosszabbítani az egészségügyi veszélyhelyzetet. Kérek mindenkit, támogassa ezt mindannyiunk, az egészségünk, szeretteink és az ország érdekében. Mindenkinek jó egészséget kívánok, mindenki maradjon otthon. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet!